Szeretettel köszöntjük a nézőket, és ahogy ígértük, most is a hormon problémákkal folytatjuk a sorozatunkat. A pajzsmirigy betegségről lesz szó kifejezetten, és ennek mindenféle területével, válfajával. A vendégünk Gazdag Anna Mária, endokrinológus szakorvos. Anna Mária, az előző beszélgetésben, amikor a hormon betegségekről volt szó, akkor azt mondtad, hogy javarészt a pajzsmirigy problémákkal fordulnak hozzád. Mi az oka annak, hogy ennyire sok a pajzsmirigy beteg? Pajzsmirigy betegségek gyakorisága részben abból adódik, amit a korábbi műsorban már említettem, hogy Magyarország egy jóthiányos, mérsékelten jóthiányos területen helyezkedik el, és emiatt sok a pajzsmirigy betegség. A pajzsmirigy betegségek egy másik része az autoimmun pajzsmirigy betegség, amelyben főleg, ami többségében nőket érint, férfiakat is érinthet ide, gyakoribb nőkben, főleg fiatal nőkben. Ez okozhat alulműködést és túlműködést, és például a meddőségben nagy szerepe lehet, és így könnyed, és korán felismerésre kerül. Mik azok a tünetek, amikkel a paciensek fordulnak hozzád, és mi van akkor, hogyha valaki most hallgatja ezt a beszélgetést, mi az, amit meg kell figyelnie magán, hogyha mondjuk gyanakszik, hogy lehetséges, hogy van mondjuk pajzsmirigy betegsége? Ezt két csoportba, vagy inkább akkor három csoportba sorolnám. Az egyik az alulműködés, a pajzsmirigy alulműködés. Mivel a pajzsmirigy hormon az alapanyagcseréért felelős, és ilyenkor lelassul az alapanyagcsere, ez elsősorban testsúlynövekedésben nyilvánul meg, ami viszonylag gyakori panasz a betegeknél, függetlenül attól, hogy pajzsmirigy betegek vagy nem. A testsúlynövekedésen kívül a fáradékonyság, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ahhoz, hogy rendesen úgymond működjünk, kell rendes mennyiségű pajzsmirigy hormon, és hogyha ebből kevés van, akkor mindenünk lelassul. Az anyagcsere, ez testsúlynövekedésben nyilvánul meg, gondolkodás lassulása, fáradékonyság, nagyon gyakran hajhullás, persze ezek nem specifikus tünetek, tehát más betegségben is előfordulhatnak, nőknél menstruációs zavar, ezek a leggyakoribb tünetek. Akinek alul működik a pajzsmirigy, általában még arról szokott panaszkodni, hogy jobban szereti a meleget, tehát a hideget nehezebben tűri, de ez inkább már előre haladott alulműködés esetén jelentkezik. A túlműködésnek nagyon markáns tünetei lehetnek, és hogyha valaki sok ilyen beteget látott, akkor ezt egyből ki tudja szúrni, mert ezek a betegek nagyon ingerültek, általában egy rendelésen például úgymond pörögnek, tehát nagyon fel vannak pörögve, elmondják, hogy rosszul alszanak, izzadékonyak, nagyon gyorsan ver a szívük, és aminek szoktak örülni, de sajnos ez csak egy részjelenség ennek a betegségnek, hogy nagyon gyorsan lefogynak, változatlan étvágy és változatlan testmozgás mellett viszonylag gyorsan lefogynak. Ez a része egy kedvező hatás, de az összes többi nagyon kellemetlen tünet, tehát a hőhullámok, az izzadékonyság, hogy nem tud valaki aludni, gyorsan, hirtelen fölcsattan és nagyon ingerlékeny, illetve idősebb betegeknél, vagy akinek társbetegségei vannak, ez ritmuszavart, ilyen pitvarfibrillációt is okozhat. A harmadik nagy csoport, hogyha a pajzsmirigy meg van nagyobbodva, de mondjuk ez jelentős megnagyobbodást jelent már, akkor helyi tüneteket okozhat, tehát nyelési panaszt, esetleg fulladást, főleg fekvő helyzetben, de ehhez mondjuk tényleg egy jelentősen megnagyobbodott pajzsmirigy állhat ennek a hátterében. Ezek viszonylag azért ritkább tünetek. Ugye, amit mondtál, hogy a pajzsmirigy alulműködése vagy túlműködése, hát így gondolkodtam, hogy igen, hát hajhullás, akkor hogy hízás, vagy fogyás, vagy ingerlékenység, szóval szerintem sokan elmondhatjuk magunkról, hogy ezek majdnem, hogy fennállnak. Igen. A jelentős számban az embereknél, de hogy mi az a határ, amikor mondjuk nem csak és idézőjelben mondom a csakot, tehát hogy nem csak a stressz okozza mondjuk ezt, hanem valóban emögött hormon probléma áll. Hát a túlműködés esetén ez egy egyre súlyosbodó, tehát hogy kezeletlenül egy autoimmun pajzsmirigy betegség, ami túlműködést okoz, a
az esetek egy részében ez halad előre, és egyre súlyosabb tüneteket okozhat. Tehát, hogyha emellett már mondjuk láz, hőemelkedés jelentkezik, az már egy nagyon súlyos túlműködéses tünet például. De összességében ezek a betegek számára, még hogyha fiatal is, és sokáig jól tolerálja, egy idő után nem tolerálható, és csak orvoshoz viszi a betegeket. Hát az alulműködésnél sokkal hamarabb is, mert a betegek, illetve az emberek ezt a testsúlynövekedést, ezt nehezen tolerálják, vagy az, hogy nem tudnak fogyni. Ugye nagyon sok mindenki küzd ezzel, hogy szeretne fogyni, hiába diétázik, azt gondolja, hogy jól diétázik, de mégsem fogy, és akkor arra gondol, mert tájékozottak az emberek, meg az internetről könnyen tudnak tájékozódni, hogy biztos pajzsmirigy betegségük van. És akkor ezzel a házi orvoshoz is tudnak fordulni első körben, és a házi orvos egy egyszerű laborvizsgálattal egy szűrést tud végezni, hogy egyáltalán felmerül ennek a hátterében pajzsmirigy eltérés, vagy pajzsmirigy hormon működés zavar. Egyébként mi a tapasztalat, hogyha akik hozzád fordulnak, javar részében, hogy tényleg, hogyha mondjuk a hízás vagy az elhízás áll a háttérben, valóban van hormonális probléma? Hát az esetek nagy részében inkább nem. Tehát, hogy hozzánk fordulnak, vagy endokrinológushoz, de általában már van egy laborleletük, ami jó iszó, tehát normál tartományban van. De ugye ezt megerősítendő azért el szoktak jönni endokrinológushoz is. Ilyenkor nehéz nyilván meggyőzni a betegeket, hogy nem pajzsmirigy alulműködésről van szó, hanem alapvetően diétahibáról. A diétát nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz diétázni, nagyon nehéz összeegyeztetni a mindennapi élettel, meg gyakorlatilag az egy életmódváltást jelentene diéta és testmozgás, és nem mindig célra vezető az a fajta diéta, mondjuk, amit éppen valaki végez, és akkor ebben is próbálok tanácsot adni. De hát az esetek egy részében, főleg fiatal nőknél azért ki szokott derülni, hogy egy enyhe alulműködés, vagy egy éppen még nem úgynevezett nem manifest alulműködés, de kezdődő van, és hogyha ez kiderül, és tüneteket is okoz, tehát például testsúlynövekedést, vagy fáradékonyságot, akkor ezt a még éppen kialakuló félben lévő alulműködést is, ha elkezdjük kezelni, legalább a testsúlynövekedés megállítható. Említetted a pajzsmirigy betegség kapcsán azt, hogy autoimmun betegség, azért azokat nem annyira egyszerű szűrni, hogy egy egyszerű vérvételből ez kiderülne. Nem, ez tényleg így van. Ez akkor, tehát ezek is úgy okoznak problémát, hogyha már működésbeli zavart okoznak. Tehát bármelyik irányba, ha alul vagy túl működik, akkor kell tovább vizsgálni, és ezek úgy szoktak kiderülni. Az alulműködés kapcsán, meg a túlműködés kapcsán is vannak speciális antitestek, amiket házi orvos már nem tud kérni, hanem ezzel endokrinológushoz kell fordulni, ami a betegségnek a természetére utal, és ez alapján lehet kiszűrni, hogy mondjuk egy alulműködés autoimmun eredetű-e, ami az úgynevezett autoimmuntiroiditis vagy Hashimoto, amit a betegek szoktak ismerni, és néha ők egy anti-TPO, antitest pozitivitás mutatja. Időnként ezt ők maguknak is szokták kérni, vagy hoznak ilyen leletet, tehát hogy annyira tájékozottak a betegek, hogy mondjuk ezt ismerik, mivel ez egy gyakori betegség, de önmagában addig ezek az autoimmun betegségek, amíg működésbeli zavart nem okoznak, külön kezelést nem igényelnek, csak megfigyelést. Ha már alulműködést, vagy a rosszabbik esetben túlműködést okoznak, mert ez egy másik fajta autoimmun betegség, akkor azt kezelni kell, illetve mind a két esetben, főleg a terhesség környékén jobban oda kell figyelni, vagy a terhesség tervezésénél már ezekre a hormonokra. Mi a helyzet akkor, hogyha nincs tünet, az azok, amiket felsoroltál, ez a rengeteg tünet, de hogy ez nem jelentkezik, viszont van a családban pajzsmirigyes beteg. Említetted az előző adásban, hogy örökletes betegség, akkor mit kell, hogy lehet örökletes, mi az, amire oda kell figyelni? A családban előfordult pajzsmirigy betegség, és ez az utódokban, gyerekekben semmiféle
panasz nem jelentkezett, nem merült föl, hogy bármilyen ilyen betegség lenne. Fiatal nőknél akkor is a terhesség tervezése előtt, amikor elszánják magukat, hogy szeretnének kisbabát, előtte érdemes leszűrni, megnézni, hogy milyen a pajzsmirigy hormonszint, ezt az antitestvizsgálatot is, mert akkor más a kezelés, meg a követés, hogyha van autoimmun pajzsmirigy betegsége a leendő kismamának, mint hogyha tényleg semmilyen pajzsmirigy betegség nem igazolódik. Említetted még a beszélgetés elején, hogy jót hiány, az lehet az egyik ok, amiért ez a betegség kialakul. Hogyan tudjuk pótolni egyáltalán? Mennyire szükségszerű pótolni a jódot a szervezetünkben? Vannak olyan élethelyzetek, amikor igen, tehát hogy pluszban kell pótolni. Általánosságban azt mondható, hogy a jódozott konyhasó használata az elegendő lenne, viszont megnövekedett igény esetén, ami elsősorban a terhesség szoptatás, ott mindenképpen külön kell pótolni. Viszont azt tudni kell, hogyha valakinek ismert az autoimmun pajzsmirigy betegsége, a jódpótlás ezt ronthatja. Hogyha a túlműködésre hajlamos, olyan autoimmun betegsége van, ami túlműködést vált ki, de még nem került felismerésre, nem alakultak ki a tünetek, egy nagyobb mennyiségű jód beindíthatja a pajzsmirigy túlműködést. A másik irányban, tehát ahol ez az úgynevezett gyulladásos pajzsmirigy betegség van, ami alulműködésre hajlamosít, ott gyorsabban kialakul alulműködés. Tehát ezekben az autoimmun betegségekben viszont kerülni kell a jódot, tehát hogyha ez valakinek ismert, akkor nem ajánlott pluszban jódpótlás. Ez mondjuk nem jelenti azt, hogyha sürgősen szükség van, vagy szükség van például jódtartalmú kontrasztanyag adására, CT-vizsgálathoz, mert valami miatt feltétlenül szükséges, hogy ezt nem kaphat, de hogyha addig nem volt működészavar a pajzsmirigyében, de ismert, hogy van már egy ilyen autoimmun pajzsmirigy betegség, akkor mondjuk egy CT-vizsgálat után ismét ellenőrizni kell. Aki kezelve van, annak pedig ez például nyugodtan elvégezhető, tehát hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor soha többet például CT-vizsgálatra nem mehet. A terhesség és a szoptatás során a terhességi vitaminok azok elegendő mennyiségű jódot tartalmaznak, amit végig kell szedni. Hogyha valakinek autoimmun betegsége van, autoimmun pajzsmirigy betegsége, akkor azt szoktuk ajánlani, hogy a terhesség első harmadában jód nélküli terhességi vitamint szedjen, ez az első úgynevezett első trimester, viszont utána, amikor a magzatnak a saját pajzsmirigye már beindul, és ahhoz feltétlenül szükséges a jód, akkor már mindenképpen jód tartalmú terhességi vitamint kell szedni. Tehát a második harmadtól mindenképpen, és végül a szoptatás alatt. Ugye ezek voltak azok a helyzetek, amikor tudunk róla, hogy pajzsmirigy betegségünk van, és olyan, amikor nem ajánlott a jódnak a fogyasztása. És mi a helyzet egyébként a mindennapokban, hogyha mondjuk tudjuk, hogy a családban volt, vagy van pajzsmirigyes beteg, akkor először vizsgáltassunk, vagy először nézessük meg magunkat, vagy már kezdjünk erre jobban odafigyelni, és egyfajta ilyen megelőzés miatt kezdjünk olyan ételeket fogyasztani, aminek magasabb a jódtartalma. Azzal, hogyha otthon a főzés során jódozott konyhasót használunk, azzal ártani nem ártunk, főleg, hogyha gyerekek is vannak a családban. Ugye ez a jódpótlásnak az előnye egyébként főleg közösségi szinten mérhető, mert igazából jódhiányt nem tudjuk kimutatni egyéneknél. Viszont, hogyha a családban van ismert autoimmun pajzsmirigy betegség, akkor érdemes egy szűrővizsgálatot felnőtt korban végezni, hogy van-e vagy nincs, mert ennek függvényében akkor esetleg tényleg ki kell iktatni a jódozott konyhasót a mindennapi használatból, még amik úgy tartalmaznak, de Magyarországon nem, azért nem olyan gyakran fogyasztunk jódot, tehát az a veszély nem fenyeget, hogy ezzel mondjuk túl sok jódot vinnénk be, ezek a tengeri herkentjük, amik azért Magyarországon nem elterjedtek. Még az étrendkiegészítők
ezekre egy kicsit kitérnék, amikben néha nem lehet tudni, hogy mik vannak. És vannak például olyan étrendkiegészítők, amik algát tartalmaznak. Kifejezetten ilyen fogyasztó tablettáknak használják őket, és ebben nagyon nagy mennyiségű jód van. Tehát, hogy ebből volt már probléma, hogy pajzsmirigybeteg, vagy még fel nem ismert pajzsmirigybeteg szedte ezeket, de ezek nagyon nagy mennyiségű jódot tartalmaznak, tehát egy csipetnyi konyhasóhoz képest, és akkor ez előhozta a pajzsmirigybetegséget, tehát például ismert pajzsmirigybeteg, és egyébként a göbökről nem beszéltünk, de az is ide tartozik, ezeket az étrendkiegészítőket is meg kell, hogy nézzék, hogy mit tartalmaznak, mert van, amilyen zöld alga, vagy nem tudom, ilyen algaporokat tartalmaznak, de azok nagy mennyiségben jódot is tartalmaznak, tehát akkor ezeket kerülni kell. És akkor fel is dobtad a labdát, mert mondtad, hogy a göbökről nem beszéltünk, akkor most itt az ideje. Hát ugye a göbök is, ez egy másik nagyon gyakori betegség a pajzsmirigy betegségeim belül, az alulműködés az egyik, a másik a pajzsmirigygöb, és hát ez is gyakorlatilag a jódhiányra vezethető vissza. Ugyanis a pajzsmirigy a jódhiányra úgy reagál, hogy próbálja erőlködve megtermelni ugyanazt a hormon mennyiséget, ami szükséges az egyének, és ez az erőlködés ennek a következmény általában, hogy göbök alakulnak ki. A Magyarországon felismert pajzsmirigy göböknek a nagy része azért azt tudni, hogy jó indulatú, éppen ebből adódóan a jódhiány okozza, és gyakori, de a rossz indulatúság is, az pedig viszonylag ritkább benne. Mivel a technika fejlődik, ezért egyre több pajzsmirigy göbös beteg van, ami nem azt jelenti, hogy régen esetleg nem volt, csak kisebb frekvenciával ismertük fel, vagy történtek olyan vizsgálatok, ahol ezek felismerésre kerültek, mert manapság nem csak célzottan a nyaki vagy pajzsmirigy ultrahangnál, hanem például a nyaki ér ultrahangvizsgálatnál, vagy egy sima mellkasz CT-nél is, ahol tehát benne van a pajzsmirigy, ott kiderülnek véletlenszerűen pajzsmirigy göbök, és mivel ezek általában tünetmentesek, tényleg az esetek nagy részében véletlenszerűen kerülnek felismerésre. Ezek egyébként kitapintható a göbök? Ez a méretüktől függ, de a nagy részük az utóbbi időben, tehát mivel nagyon korán felismerésre kerülnek, már nagyon korán ezzel a betegeket be is küldik endokrinológushoz, és a nagy részük nem tapintható. Viszonylag nagy göbnek kell ahhoz lenni, és a pajzsmirigynek ezen a külső felszínén, amik jól tapinthatók, a nagy részük csak ultrahanggal követhető. Köszönjük szépen Gazdag Anna Máriának a hasznos tippeket, tanácsokat, és hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Köszönöm én is a lehetőséget.